Tóth Vera és Vastag Csaba nagy sikerrel léptek föl egy-egy hónapig a Szerencse Szombatban. Olyannyira, hogy Csabát minden hétvégén egy 10-20 főből álló rajongói hölgykoszorú kísérte. Most az uraknak fog kedvezni a Szerencse Szombat stábja, egy gyönyörű hölgy következik, Janicsák Veca. A következő Veca dal nekem egyik nagyon nagy kedvencem, remélem, hogy nem hallja, de én ezt most úgy fogom megélni, mintha ezt nekem énekel. Akkor elgondolkoztam azon, hogy mit válasszunk, vagy milyen dal legyen, akkor a Labirintus mindenképpen közte volt, hiszen a közönség egyik nagy kedvence, és így ebben a verzióban most hallhatják először és utoljára. Teljesen más, azt hiszem, élőben zenélni, egyébként valamilyen szinten sokkal jobb, és hát nyilván ez az igazi zene. Nehezebb is, hiszen többféle tanulással és nagyon nagy koncentrációt igényel, de talán ez nem fog gondot okozni. Szabad tudnunk, hogy kik az, akire csápoltál gyerekkoromban? Kikre csápoltam gyerekkoromban? Nem, azt mondom, hogy hát leginkább komoly zenére, tehát Bartókra. Na, hát vesz a Bartókra hogy... csápoltanak, én látom magam előtt, komolyan mondom. Most is lottoztunk, most, hogy itt eszek márciusban, végig lottozni fogunk. És hát annak idején az én édes nagymamám volt az, aki mindig lottozott, és hát az ő szokását átvéve időnként a családdal fogjuk magunkat, és egy sorsjegyet azért kitöltünk, és hát ha szerencse mellénk áll, ha megnyerném ezt a nagy pénzt. Talán jótékonykodnék, és olyanoknak adnám, akik igazán rászorulnak. Nekem van munkám, én boldog lehetek, én csinálhatom azt, amit szeretek.